Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Pécsi Tudományegyetemen, immár már hagyományosnak mondható dr. Paplászló László szemvitelverseny, mely felsőoktatási intézmények között zajlik. A megmérettetésen a Pannon Egyetemet egy négy főből álló csapat képviselte. Hegedűs Andrea, Nagy Tamás és Krausz Péter második évfolyamos számvitelmesterszakos hallgatók. Hargitai Dávid pedig most első éves vezetés-szervezés mesterszakon. Az idei évben összesen 13 egyetemről és főiskoláról neveztek csapatok. A 21 induló számláló mezőnyben a Pannon Egyetemet képviselő hallgatók most először vettek részt. Az eseményről az egyik versenyzőt, Kraus Pétert kérdeztük. A versenyen a Szemenfénye Alapítványnyal kapcsolatban kellett egy 5 éves üzleti tervet kidolgoznunk, részletesen kitérve a pénzügyi tervre, valamint kidolgoztunk a jövőben esedékes különböző tevékenységi formákat az alapítvány számára, és végezetül, hogy a hatékonyságokat növelni tudjuk, egy kontrolling rendszer támasztottuk a elképzeléseinket. Ezeket a feladatokat, amelyeket megoldottunk, egy 20 perces prezentációba adtuk elő, az értékelést egy 15 főből álló szakmai zsűri végezte, amely a Pécsi Egyetem professzoraiból, helyi vállalat és kontrolling vezetőkből, valamint szakközgazdászokból állt. Krausz Péter szerint a bírák rendkívül igazságosak voltak a csapatokhoz, és hozzájárultak szakmai fejlődésükhöz is. Csapatunk az előkelő második helyen végzett, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem mögött. Hogy fontos megjegyezni azt, hogy márciusban a Corvinus Egyetemen már volt egy eset tanulmányi verseny, amelyen Andrával mi ketten részt vettünk, és ott sok tapasztalatot sikerült szereznünk. Ennek hozományaként májusban egy országos menedzsment bajnokságot sikerült megnyernünk már Nagy Tamással kiegészülve, és ez a csapat alakult úgy, hogy az idei évtől Hargitai Dávid is csatlakozott hozzánk, és például az elkövetkező hetekben Miskolcra fogunk menni egy hasonló eset versenyre, és célunk az, hogy következő évben a Korinusz Egyetemen minél szebb eredményt érhessünk el. Az októberben megrendezett versenyen elért második helyezésért a hallgatók pénznyereményben is részesültek, melynek 50%-át a csapattagok közös megegyezés alapján nagylelkűen a rákos gyermekekkel foglalkozó szememfénye alapítványnak adományozták.